Antik rózsakert öleli körbe a nagyari Lubi kastélyt. E kastély épületnek irodalmi jelentősége is van, hiszen megyénkben ma ez az egyetlen meglévő épület, amelyben Petőfi Sándor megfordult. Ez a táj iklette a Tisza című versének megírására. Erről és a Petőfi fák szimbolizmusáról dr. Balázs Géza beszélt vasárnap az ikonikus épületben. A fa egy ősi szimbólum. A földben gyökerezik, ágai az ég felé nyúlnak, nem kell messzire menni, de rögtön eszünkbe juthat az égig élő fa alapvető mondája a magyar kultúrtörténetből is. A fa akárcsak az ember két világhoz, a lenti és a fenti világhoz kapcsolódik. A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódó konferencián Minya Károly Petőfi útirajzainak nyelvi jellemzőiről tartott előadást. Horváth János irodalomtörténész szerint a prózája a maga szabad könnyű természetességével, talpraesett csinosságával, egy egészséges, rugékony idegzetével nagy figyelmet érdemel. Tehát ilyen jelzőkkel látta el ezeket a műveket. Mennyi vidámság, írja Lindfigyes. Ő útirajzaiban, mint egy az ő bolond istókja áll előttük, szeretetre méltó, mindenkit megnyerő, végkedélyi, mélyezelmű vándortermészet. Petőfi Nagyarban járt át, a lubiak által őrzött levelek is bizonyítják, amelyeket 2011-től a Petőfi fától 250 méterre lévő Nagyari Galériában egy emlékkiállítás keretében is meg lehet tekinteni. Az egész Lubi család minden generáció nagy szeretettel őrizte Petőfi emlékét, sőt, azokat az iratokat is, amelyek Petőfitől származnak. Ezeket majd fénymásolatban már, nemes másolatban, megkaptuk az engedélyt, a Nagyari Galériában meg lehet látni. Azt a kis rövid levélkét, amit a jegyváltás előtti napon írt Petőfi Sándornak, Petőfi Sándor Lubi Zsigmondnak, igaz, még az csak Fülpös Daróca, és két olyan verset, amit ő maga jegyzett be Lubi Zsigmondnak a verses könyvébe. Az előadások után a Petőfi 200 emlékév alkalmából megkoszorúzták a nagyari Lubi kúria falán lévő emléktáblát is.